A legelszántabb sportolókat a téli zord időjárás sem riaszthatta el a futástól, sokan az elmúlt hónapokban is aktívan mozogtak a szabadtérben is. Azonban vitathatatlan tény, hogy a tavaszias időjárás és a napsütés jóval többeket ösztönöz mozgásra, így futókat is egyre többet látni a város különböző pontjain. A FUT60 csoport idén is rendszeresen szervez közösségi futásokat, és az éves futószezont is meg lehet már tervezni, hiszen több nagyobb sportesemény is lesz az elkövetkezendő hónapokban. Futás szempontjából közelgő események 60 város szervezésében a 60-i futónap, amely április 13-án kerül megrendezésre. Kis csapatunk az idén is tervez kisebb közösségi eseményeket szervezni, mint például a Big City Run, ahol megmutatjuk, hogy milyen szép a városunk, és hogy mennyire szeretünk itt élni. Illetve, hogy kihangsúlyozzuk azt, hogy nem csak egyedül érdemes a futásba belekezdeni, hanem egy közösségi sportként is nagyon jól működik a futás, mint sportág. Aztán tervezünk éjszakai futást Szent Iván éjjelén, illetve majd készülünk a 60-i félmaratonra, amely egy elég jelentőségteljes esemény 60 város szervezésében. A futó nagykövet hozzátette, aki félmaratonon vagy egyéb nagyobb versenyen részt szeretne venni, annak érdemes már most elkezdeni edzeni, amelyben akár a FUT60 összetartó csapata is tud segíteni, hiszen a közös mozgás során motiváló tanácsokat és tapasztalatokat is cserélhetnek egymás között a sportolók.